elmondhatom, hogy egy jó napot zártunk, ugye Lordit és Tamát lovagoltam. Jöttek vendégek a Nikitől, ugye szülők is ott vannak, és büszkék. Tamát átadtam, egy kicsit sírva, irigykedve, de hát a jó szívem, úgyhogy őt nem féltettem, őt se féltettem, mert ültek le, a kicsit féltettem, de olyan ügyes volt ez a Lotti lány, hogy le a kalappal előtte, és most megbeszéltünk valamit. Megnézzük a... Lordit, Sweetit és Elzamot. És az Elzamot. Így van, ezek a csajok figyeltek rám, ennek örülök. Úgyhogy gyertek, megnézzük a Nikinek a két lovát, plusz még a szép. Gyertek nyugodtan! Jaj. És még megnézzük, Niki is örülni fog, hogy lássátok a két cilukáját, mert két szerelme ugye mindkettő. A Lordika bevetésen lesz jövő héten. Arra kimegyek biztos. 1006, remélhetőleg egyenőre úgy van, hogy rendben van. És Niki megy vele? Nem, ő nem lovagolhat a vágta miatt. Úgy van gyerekek, hogy a Elzám Kanca és a Nikié egymás mellett vannak. Tehát mondhatni, hogy barátnők. Akkor kezdjük az Elzám Kancával. Nézd meg ezt a szürke szépséget. Úgy finoman. Aha, aranyos ő. Ez aranyos, gyere. Nagy zabagép. Őt Írországba vettem, tavaly novemberbe. Hát, minden az övé. Ennyi az adósság, meg a tartás. Mire ezt a lovas? Sári vagy a lovas? Követnek végig, de mindenki összekever benne. Én nem tudom. Hát még az a jó. Tudom keverni. De mindenki össze, hogy Sári mire. Oké. Elzámot láttuk, gyertek tovább, ez a vacsorájuk. Ugye ebédet már megkapták, na és itt van a Sweetike. Ha most őt nem néznénk meg, szomorú is lenne mesét. Nagyon lassan, de bejöhettek, mert ő egy tündérke, csak ugye a telivérek érzékenyebbek, de ha már itt vagy náluk, akkor már mindent csinálhatsz velük. Na ő a, ki ő? Sweetie. Így van. Ő ledolgozott, jó melót jöttünk ma. Jó van, csak szalma van. Lelettek mosva szépen, hát most már ég és földön, vékony pilincka, szőrös volt, olyan késői van, de most kezd szépen magára találni. Most már egyre szebb a szőre is, izmosodik is, alakulgat, reméljük versenyló lett belőle. Jó evő, amilyen kis pilincka volt, az eszméletlen, mindig kapott hol tőlem, még repetált meló előtt, meló után. Ebédet is kapnak. Kapnak reggelit, kapnak 10 órait, dugdossuk neki, így van, és kapnak ebédet és vacsorát. Tehát ez például azért egy jó kis vödröcske vacsora nekik. Várj, nyitva adjuk az ajtót? Jaj, de megijedtem. Jó, majd akaszd össze, lányom. Na, átmegyünk. Nem, az csak a régi tábla, nem. Ő a Liza. A nyuszi van, meg mindjárt jön a lóbe, csak az még dolgozik. A Nikinek is a medálnál volt nyuszi. Na, és most megyünk a, elmondom, ne, ezen már voltunk a szűrt. Ja, igen. Most megyünk a Lordihoz. A Lordinál 3 hete úgy történt, volt egy szombati nap, akkor lovagoltam a versenybe is másnap, és Ivet nem akart már lovagolni. Két ló volt, ami problémás, nem problémás volt, na mondom. Vagy kihagyjuk a Lordit, vagy az én szürkémet, de mind a kettőt kellett lovagolni. És fogtam, tudod, mint nyergeljétek föl. Fölnyergették nekem a Lordit, és azóta rajtam ragadt 3. hete, de már nem adom oda senkinek. Ugyan, tanítgatjuk egymást, mondhatnám így is. Jó. Kis növendékem, úgy is mondhatnám, de nem egy kis ló. Nyithatod ajtó, mehetsz be. Hatalmas. Nyisd ki nyugodtan, mehet helyére. Küldjétek helyére, oké? Ő bír minden, nyugodtan. Jó, le lett mosva, ne sunykózz, sokan vagyunk, de utána olyan szépen elő lesz a füle. Hát ekkora lett, eszméletlen nagy. Nagyon nagy. Ja. De jó látni, ezért mondtam, hogy eljövünk, megnézitek, mert ez nektek is egy élmény. Megnézzük, hogy hogy áll Hamiba. Jó van, van még neki, jó van. Hát úgy néz ki, hogy jövő héten bevetés, futni fogunk. Itt jó csődörök, de jól el vannak. Hogy? Nem adja oda neki.
Nem, csak munkába készíthetem. Hát én vagyok a hizé próbacsőd. Ki fogja lovagolni? Majd kérel valakit, nem tudom. Vagy én kiderültem. Na jó, lehet, hogy nekem is adnád, de nem tudom. Nem, nem akarok a kicsíkon. Így van, mert egyet nyertő, és az a szabály, egynél többet, ha nyer, véletlenül hazarabolja valamelyik, akkor vége. És most egyenlőre még ő vágtába él, hogy a vágta. Gyere, baba, jó van. Kezd almásodni, jó néz ki a ciluka. Mennyi, Lordikám? Mennyi, édesapa? Olyan jó, el vagyok vele. Munkába kibékülünk, tanítgatom, ugye. Most már egyre többet, még kicsit fönn van a hasacskája, azért dolgozik bőven, de eszméletlen magas. Én fölugrok bármelyikre, őrállam még nem próbáltam, föl tudnék ugrani, de lehet, hogy killódás lenne. Tehát magamtól felugrok, mint a indiánok. Bedobunk neki egy marék szénát, bár be van keverve. Dobjatok be egy jó marékka, még én szeretem, hogyha egy lónak vékony a hasa, akkor még többet kap, és ha egy kicsit válogat is. Ja, gyertek, arrébb megyünk. Akaszd be, drágám, össze. Mehet. Akaszd össze, ez fontos. Jó van. Várj lassan. Hopp, hopp, hopp. Jó. Ügyes. Ő a Norton Dancer. Jó. Gyerekek, ezt is megnéztük. Itt ki van zabolva. Mindig megkértelek, hogy a zsákokat rakjuk. Szagoljatok bele, fogjatok. Kézzel belenyúlok, megszagolom. Ánizsos. Igen. Ez, akkor ennek éreztük. Ennek éreztétek, ez nagyon jó anyag. Légy szíves, gyűrd össze majd a zsákot, hogy az aroma ne menjen ki. Össze tudod gyűrni valamennyire? Összegyűröd. Nem úgy, így. Úgy, úgy, úgy. Úgy, tökéletes, ezt rádobjuk. Aroma meg maradjon. Ez az, ja, esti ki van nekik készítve, tehát jön a lovász. Be a cénát nekik, ami szintén ki van készítve, bőven tudja, hogy melyiknek kicsit többet, melyiknek kevesebb, viszont a takarmány az ki van mindegyiknek. Így van. Ő együtt jött. Melyik? Kinek? Ő Diósi Kanca. Diós pusztai. Nagyon szép. Nagyon szép. Csődör. Ő a negró. Színű, amikor kijöntek, ami fekete, meg szürke is volt egyszerre. Tehát én nagyon érdekes színű. Az a raport. Meg is mutatom, gyertek! Gyertek, drágáim! Itt van Árpa, Nikiné is ugyanez van. És nagyon szeretik, és nagyon jó nekik. De ugye itt nyomni kell az agyukat, így zabot is kapnak. A Nikiné elég az Árpa. Ne bolondok legyenek, hanem energia, enő legyen. Na gyertek, megmutatom a Rapikát is még. Zárhattok be, miért Attila söpörül, be akarod zárni őt, vagy mit akarsz vele? Jó, hát akkor zárd be a gecibe az ajtót. Hát hova kaptottok, vagy mi a baj van? Hát most bezárhatod a készen, nincs még kész. Na gyertek, ő az! Biztos, hogy rá gondoltatok, csak őre figyeljetek, meg kicsit huncutka. Ő a raport. Ugye? Szürke is, meg nem is. Ő az Egon barátom, akinek a lovát lovagoltam versenybe. Őt lovagoltam versenybe. Meg a másikat, arról nem beszélsz? A szürkét már onnan eljöttünk, drágám. Ja, hát pedig más a vér. Ő fut, ő a sajátom is, holnap fut. Gyere, babám! Ez be kell csukni, nézd meg, ezt mindig be kell akasztani, mert kinyitják maguk. Na, ő a Labika, ő is a miénk, és ő is fut. Na, mutasd meg nekik a Labit. Gyertek! Gyertek! Ez a saját ló, szintén mind a szürke, egy versenybe fog. Ezt a kötőféket adani. De ez nagyon szép ló, ám. Igen, ő is. De van szép, hat. Ez a kötőfél. Tényleg gyönyörű. Majdnem ugyanilyen. Nem nagy rád, drágám? Nem, majd vidd a helyére, hogy megnézzük oldalt a szép testét. Nem manöken teste van, de szép, mutatós az biztos. Olyan hordó volt, hordó hasa volt minden, most azért úgy szépen ugye, hogy dolgozgat. Jó, hú, de szép lett ez. Tényleg gyönyörű kötőfél. Én nem szoktam kötőfékre ízét mondani. Maradj, fogd őt úgy? Ja, mira így. Ez szép. Jó. Jó. Ez megy a holnap. Hát, megszokjuk. Egy a lényeg, ha már úgy odamész a lóhoz, tehát már tudja, hogy ott vagy, akkor már minden oké. Hirtelen mozdulatokat nem szeret. Nagyon szép ez a szürke különben. Baden-Badenba vettem őt is, meg a másikat is. Volt agyukkal egy kis probléma, de most úgy néz ki, hogy megtörtek egy picit, hogy megtörtek, idézőjelben mondom. Rájöttek, hogy munkából élünk, én is dolgozom. Én csak azért nem látom, hogy sántítok, mert mind a két lábamra sántítok, tudod? Amúgy mindenem összetörve. A lelkem, a szívem, mindenem. De élek, mert muszáj csinálni.
Ennyi. Köszönöm, hogy itt voltatok. Kis Lottinak, persze gratulálok mindegyiknek, ügyesen abszolváltak. Lottikám ügyeske volt, ez a reggelit? És megbírod enni egyedül? Igen? Nem kell egy kis segítség? 3 hete nem ettem. Na, ez akkor kérsz? Aha, nagyon. Itt van egy teljes pogány. Egy egész, jaj, de aranyosak vagytok, viccelt. Nem, de nem eszem pékárút. Nem. Nem. Kórázik, tudod, 57 voltam reggel. Mit eszem? Zabot, zabpelyhet, tehát azt leforrázom gyümölccsel. Általában ezt teszem. De amúgy eszem. Nem, dehogy videózlak. Kísége. Kis, hát amilyen éjszakán voltatok túl, elég leri az arcotokról, így van. Na, ennyi. Na, még nézzetek meg egy gyönyörű kis lovat, hogy Baden-Baden, nem. Őt Franciaországba vettem, véletlen meg tudtam szerezni, és odaadtam a barátomnak, aki szlovák állampolgárságú, Pavelka, egy gyönyörű 2 éves sődör, ő a Poseidon. Ő is várja a futást. És csak 2 éves még. Hatalmas. Nem fut még, de hamarosan szeretném. Azon vagyok, hogy lassan most már fusson. Jó, a sínes. Jó van. Gyönyörű ló. Kis huncutkás, és remélem, hogy a barátomnak be is fog válni. Ilyenkor nem szabad sajnálni, hogy eladtad. Túrt is eladtam, mert ha minden lovat megtartok, végem van. Az nekem kéne egy gyárnak lenni, hogy ide pumpáljam bele a lóvét. Tehát eladom, de úgy, hogy nálam marad tréningbe. Aha, mondjuk az a jó, igen. Így van, nálam marad tréningbe, és én általában, mert ilyen hülye vagyok, ugyanabban az árba szoktam eladni, mint amennyi vettem. Például eladtam a túrt, amennyiben nekem került, 3000-é vettem. Eladtam 5000-én, addig tartottam, csak most ülj le. 10-ből 10 verseny megnyert itthon, és még így eladtuk 300.000 euróért. Tour to Paris. Büszke is vagyok. Ja, 300.000 euróért adtuk el. Az overdose került 3500 euróba, az overdose, és kínáltak érte, ő nem akart eladni az Oli. Ezt én tudom, Olaszországban, amikor megnyertük Rómába a versenyt, oda jött az igazgató, és egy telefont adott. 3,5 millió eurót másnap átutaltak volna. Nem adta oda. Az arab sejknek az ügynöke volt. Paulo Benedetti, soha nem felejtem el. Hetekig hívogatott. 3,5 millió eurót átutalnak. Nem kontrollálják a lovat, semmi, kifizetik. Szóval mondtam a Zolinak, hogy engedjük el azt a 500 000, legyen 3 millió, de legyen hozzá közünk, hogyha már ez akarja, hogy nem akarja elengedni a lovat teljes, abba sem ment bele. Akkor csak kaptuk volna repülőjegyet, megyünk Hongkongba, ide-oda, repülőjegy is, mint résztulajdonosok benne lettünk volna ebbe a 500 000-ba. Azt se akart, aztán nagyon csúfos vége lett. Na, gyerekek, még egyszer nagyon szépen köszönöm a vendéglátást, itt voltatok. Az a viszki isteni volt. Az a Jäger még jobb volt, már felét meg is ittam, a lányok is megkóstolták, de jó vannak ahhoz képest. Még egyszer kis Lottinak gratulálok. Jó étvágyat! Puszko, megyünk, ki vagyunk rúgva. Ajde! Sziasztok még egyszer! Köszönöm, szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok! Gondolom el voltatok, nem? Volt egy kis élménybeszámoló is. Kicsit lovagoltak is, kicsit beszélgetés volt. No money. Sziasztok, minden jót! Mentek Nikihez, ugye? Jó. Kedden is kéte, így van. Lovagoljatok minél többet. Sziasztok! Sziasztok!